Sziasztok, SoundX vagyok, és itt van előttem a bemutatkozó videóból már jól ismert számológép, de ma valami teljesen mással fogunk foglalkozni. Ma láthatjátok először csapatunk új tagját és kedves régi barátomat Mordekket, ő készítette ennek a kastélynak a külső szerkezetét és vázát. Az előző videóból már ismerhetitek Pigmonstert, ő készítette a kastély belső szerkezetét és berendezését. Sziasztok! Hello. És mi is itt vagyok. Hogy gyorsabban menjen a munka, gondoltam ketté válok. Remek. Akkor kezdjük is a bemutató videót. Mai videónk tartja egy rövid kis adventure pálya, ez a kísértett kastély. A vár története a régi időkig visszanyúl, amikor még Lord Vladivir volt a várura. Sok kalandor életét vesztette ebben a várban, de egy titokzatos estén a várura meghalt. És sok évszázadon át mindenki elhagyatottnak hitte ezt a helyet. Ezért sok kalandor megpróbálta felkutatni Lord Vladimir elveszettnek hit kincsét, de Lord Vladimir még mindig a várban kísért, és a sok halott kalandor vére a várárokban nyugszik. Nos, először is az előző videónkkal kapcsolatban egy megjegyzésre szeretnék reagálni, mégpedig, hogy valamelyikőtöknek egy kérdőjel volt ez a pozitív-negatív jel szóhasználat. Ezt úgy értettem, hogyha egy kábelben van jel, például ebben az esetben, akkor én azt pozitív jelnek mondtam, ha meg nincs jel, akkor negatív jelnek, tehát ezt a továbbiakban is megszokhatjátok, hogy negatív-pozitív jel. Szóval, folytatnám is a várral. A várnak nagyon sok funkciója van, nem is tudom, hogy bele fogunk-e férni egy videóba, de megpróbálunk. A legelső az az, hogy a várnak van egy saját irányító szobája ebben az üvegkupolában, ahol nagyon sok mindent lehet vezérelni, pontosabban egy szinten lejjebb, mindjárt bemegyünk oda. Ezek közül az egyik legjelentősebb egy ilyen kísértett mód, amit ki be lehet kapcsolgatni, és ennek az a lényege, hogy a várban található számos csapda működésképtelen vagy sem, mert nyilván ha a kísértett módban van kapcsolva, akkor beleeshettek a csapdákba, meg a várnak is megváltozik kicsit a dizájnja, erről majd kicsit később részletesen. Itt ezeken a falon láthatóak a kapcsolók, mivel gondoltuk, hogy ezt a mappot ti felhasználhatjátok, hogyha tetszik nektek, ezért hagytunk még helyeket további funkciókra is, de a fontosabb funkciók itt vannak külön-külön a falakon. Itt van bent egy kapcsoló, amivel a kinti nagy kaput lehet vezérelni, itt ezt a kísértett módot lehet kibekapcsolgatni, valamint egy belső kaput lehet innen vezérelni, ezt majd később meglátjátok. Amivel először szeretnék foglalkozni, azok ezek a szökőkutak a vár alján. Mint láthatjátok, most glowstone van rajtuk, ugyanis a kísértett mód ki van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, akkor kövek vannak a helyén. Ez azért fontos, mert például este ezek eléggé világítanak, és ha kő van a helyén, akkor úgy sokkal kísértetiesebb a hely. Ezt mindjárt demonstráljuk is, köszi. Felmegyek és a spooky módot, vagy kísértett módot lekapcsolom, ugye lekapcsolva van bekapcsolva, ezt jól megmondtam, és ezzel elvileg a kutakat át is kapcsoltam, mint láthatjátok. Nos, ez egy saját fejlesztésű blockchangerrel működik, amiről itt egy kisebb tutorial részleget is szeretnék mutatni. Ez a blockchanger, ez úgy működik, hogy először is építeni kell hozzá egy 5 blokk hosszú sávot, ráraktok így redstone-okat, és innen a széléről egy akármilyen redstone torcsa áramot adtok rá. Azt kell tudni a rendszerről, hogy ez egy 9 tickes jellel, tehát egy gombjellel tud jól működni. És rögtön az első redstone-ra a sávon rá kell raknotok két oldalt redstone torcsokat, a végére kell egy sticky piston, ami felfele néz, és a sticky pistonnak ezzel a nyomó részével egy magasságban jobbra
egy blokk kihagyással, vagy nem, így jobbra, balra egy blokk kihagyással, jobbra két blokk kihagyással egy normál pisztont be kell tennetek, és a tetejére elfér egy glowstone, a két oldalára egy-egy sima stone, és ide egy repeater, ez egyes késésen, ide egy sima kő, rá egy stone, ez itt összekötne, úgyhogy ide is kell egy repeater, és ide még egy kő, és még egy repeater. A másik oldalon egy kicsit különböző, így el kell vezetnetek egy blokkal arrébb, és egy kicsit előrébről repeaterrel. És ennek a rendszernek az a lényege, hogy amikor a gombjelet megkapja a rendszer, ezekről a torcsokról lekerül az invertálás, tehát pozitív jel lesz rajtuk, és ez egy intelligens rendszer, mivel a helyzetet maga felismeri, mivel hogyha a glowstone van felül, akkor itt nem lesz semmilyen blokk, tehát itt nem történik semmi, a másik oldalon viszont a repeater átlövi a stone-on a jelet, és itt van a rendszernek még egy része, ami fogja a jelet, és a pisztonba beleküldi, ami azért jó nekünk, mert így el fogja lökni egyre a rendszert, közben pedig a fősávon a piszton lehúzódik, tehát blokkot fog tudni cserélni. Egyébként ez nagyon fontos, hogy ezekre a repeaterekre 4-es késést kell tenni, ugyanis kell idő a pisztonoknak ahhoz, hogy blokkot váltsanak. És ha ezt a gombot megnyomom, akkor elvileg igen, ez már blokkot is vált. Ez a rendszer van bekötve a szökőkutak alá, méghozzá elég kompaktul, és úgy érjük el, hogy egy kapcsolóval 9 tickes jelet kapjunk, hogy a bankos videóban már látott jelrövidítőt, vagy esetünkben jelhosszabbítót építünk, hogyha jelrövidítőről van szó, akkor egy ehhez hasonló szerkezetre van szükségetek, ami egy akármilyen gombjelből vagy nem gombjelből is egy a repeaterek számának megfelelő jelet generál. Itt egy 3 tickes repeatertől kaptok 1 tickes jelet, nyilván minden plusz egy tick a jelhosszát növeli, és a jelhosszabbító az pedig egy sima memória, ami visszakötön magára. Ennyi lenne. A várnak egy nagyon jelentős része ez a várkapu, amivel nagyon sokat dolgoztunk, mivel ez egy nagyon speciális prototípus. Nem tudom, észrevettétek-e, de ez összesen azt hiszem 8 vagy 9 blokk belmagasság itt, és ez piszton kapuval ilyen méretekben én nem is nagyon láttam még ilyet, és ez Brian 007-nek volt a saját ötlete, hogy egy már jól ismert piszton alapú motorral feltoljuk az összes szendet, majd a másik oldalon ugyanígy két vezérlőtorony visszatolja. Ennek a bemutatását Brianre hagynám, ugyanis ő építette, és szerintem ő jobban el is tudja magyarázni, úgyhogy tessék. Hát igazából csak a 4 időzítő toronnyal volt probléma, mert alapvetően ez a motor úgy működik, hogy az alul lévő sima piszton meglöki a fölötte lévő összes mindenséget, tehát mindentől felfele egyel, és az utána a fölötte lévő sticky piston maga után húzza mindig a sima pisztont, és ezért tud haladni előre. Ugyanezt fölé raktam, ellentétesen fordítva, tehát ennek a tetején van a sima piston alatta a sticky, hogy lefele is tudjon haladni, és így csak az időzítésekkel kellett foglalkozni. És egy bekötés rendszerbe elférte a föl lemozgatás. Lényegében ennyi. Remek. Ennek egyébként csak egy nagyobb prototípusa található a várban, ez csak konkrétan a kapunak egy szelete, de a belső rendszer az ugyanilyen. És a bankos videóban emlékeztek a kódkártyákra, amik az ügyfelek adatait tárolták. Ezek egyébként nagyon hasonló rendszerek, sőt pontosan ugyanaz a rendszer, azzal a különbséggel, hogy itt 6 számjegyet tárolunk el, de ugyanaz a memória és reset alapja az elektronikának, szóval, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor nézzétek meg a bankos videót, és hamar érteni fogjátok, hogy mi is ez itt. Az egész rendszernek van itt egy kimenete, és a kontrollszobából jön egy másik jel, a kapunyitójel, ez az egész össze van kötve egy nagyon kompakt repeater, vagy nem repeaterbe, T-flip-flopba, ezt mindjárt megépítem kint, és az egész csak bele van kötve ezekbe az időzítő tornyokba, amik a kaput mozgatják. És amit még itt láttok, ez a hosszabb kábel elvezetése a kódpadnak, ugyanis itt nagyon kis helyen kellett nagyon sok mindent elvezetnünk, szóval ez itt elég bonyolult lett, de végül is működik, és föld alatt van, szóval nem nagyon zavar.
Na most a T-flip-flopot megépítem ide a vár mellé. Ez a T-flip-flop ez úgy működik, hogy leraktok két pisztont egymással szembe, bele egy akármilyen szolid blokkot, és a tetejére még két bármilyen blokkot, és a pisztonok fölé két-két redstone fákját, az egészet összekötitek két redstone-nal, ide egy gombjel, és ide egy repeater, meg egy redstone fákja. Nos, ez úgy működik, hogy a két redstone fákja, a redstone és a gomb, az a blokk mozgatását végzi, ez a repeater pedig a pisztonon átlövi a jelet a másik oldalra, feltéve, hogy ott van ez a kimenete a T-flip-flopnak. És az egész kapunak a mozgató jele csak ide van bekötve, persze egy monostabil vagy egy jelhosszabbító 9 tikkes jelet készít, mielőtt beleküldjük, és szépen ettől átvált a T-flip-flop, és ez van belekötve a kapunyitó tornyokba. Nekem erre van egy másik modellem, amit közben megépítettem ide. Nos. Ez nem piszton alapú, hanem simán egy kompakt T-flip-flop. Remek, ezt egyébként sok előző szerkezetünkben használtuk, de szerintem a másik modell jelentősen egyszerűbb, nem? Vagy te miért... De meg ebből kihagytam egy repeatert. Vagy te miért gondolod, hogy ez jobb? Ha a fal közelbe helyezed el, akkor nem lehet hallani, hogy valami mozog. Például. Végül is igaz, hogy van olyan, aki lagbal a pisztonoktól. Aki meg nem, az meg használja nyugodtan a pisztonos prototípust. Nos, a vár belső csapdáit nem nagyon akarom lelőni, ugyanis szerintem sokan le fogjátok tölteni ezt a mappot, és magatok szeretnétek kipróbálni. Itt van egy kisebb háttértörténete a várnak és a körülötte lévő kisebb falunak. Ezt érdemes végignézni, jól elolvasni mindent, és... Nos, az Adventure-nek lenne néhány szabálya, amit gyorsan szeretnék elmondani. Az első az az, hogy nincs addolás, hekkelés, fly, semmi normál természetellenes moddolás. Noclip, például. Például noclip, és ezekkel az eszközökkel, ha jól körülnéztek, higgyétek el nekem, hogy végig lehet csinálni az egész Adventure-t, és ha mindenhová eljuttok, akkor elvileg el fogtok jutni Lord Vladimir titkos sírjához az Adventure végén. Most egy gameplayt fogunk bemutatni. Aki maga szeretné felfedezni a mappot, az innentől ne nézze a videót. Most végig fogunk menni a váron belül az összes csapdán és részletesen az összes ponton. Valamint be fogjuk mutatni a történetnek a végét is, úgyhogy innentől csak az nézze, aki valószínűleg nem szeretné végigjátszani. Nos, a sötét éjszakában egyedül bemegyünk a várba, és egy zárt ajtó fogad, és bal oldalt van egy kódpadrendszer, amit nyilván ki kellene találni, hogy milyen sorrendbe kéne beütni a kódot. Erre van egy kisebb útmutató a jobb oldalon, mégpedig abban a formában, hogy van egy saját kódpadrendszer, csak vúlokkal kitéve, és ebből az ember ki tudja találni a kódot, mivel hogy jobbra mellett tele vannak írva a számok, melyik szín melyiket jelenti. A hatodik szám így egy nagy kérdőjel, de hát ezt gyorsan végig lehet próbálgatni, és hamar, egy kicsit feljebb veszem a fényt, mert nem ugyan látok semmit, és hamar kiderülhet, hogy a kód az, hogy 5, 8, 4, 3, 2 és 7, és amikor az ember erre rájön, akkor nagyon örül, ugyanis végre megmozdul a hatalmas kapu, és bemehetünk. Most szuper-szuper bejutottunk a belső kertbe, de ez még közel sem minden, ugyanis a várnak még a belső kapuja zárva van, és itt egy kis angol szöveg fogad, ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy az ajtók kinyitásához a házak között találnunk kéne valamit, és ha egy kicsit körbejárjuk az udvart, akkor hamar rájöhetünk, hogy hátul van egy 4-5 ház, ami a... User in your channel timed out. Ami a várba való bejutáshoz feltétlenül szükséges. Egyébként Big Monster barátunknak nem túl jó az internete, de ez ne zavarjon senkit. És elvileg a középső házban, kicsit begyorsítok, a középső házban itt van egy piros wool, User entered your channel. És alá van írva, hogy talán készíteni kéne egy levert,
Tehát egy kart, ami a másik házban van. Melyik házban is van a kar, Mordek? Talán a jobb oldaliban? Pigmonster valószínűleg jobban tudja. Az ikerház melletti jobb oldali. Aha, igen. Jól megaszontam megint. És igen, internet problémákkal küzdök, úgyhogy ez ne tűnjön fel senkinek. És ebből a stickből és ebből a cobblestone-ból hamar tudunk egy kart csinálni. Ezt most nem fogom megtenni, de nyilván el tudjátok képzelni, hogy ezt egy crafting table-re oda teszitek és kar lesz belőle. Majd átmegyünk a másik házba, kicsit gyorsítok. És ide teszitek erre a piros vúrra. Ops, ide teszitek. Majd lehúzzátok a kart, és így kinyílik a várnak a belső ajtaja. Gyorsan végig flyolok, mert unalmas lenne, ha végig sétálnék. És ha minden igaz, már pedig igaz, akkor bejutottunk. És itt van egy kis trükkös lépcsősor, ami időnként kinyílik alattunk, és annyit segítek, hogy nem túl egészséges bekerülni oda, ugyanis láva van alatta. De ez egész könnyen túlélhető, és ha folytatjuk utunkat a felső lépcsősorba, akkor egy kis folyosóhoz érkezünk, és... Kihagytad a bálteremet? A bálterembe később megyünk, először ezt a részt szeretném bemutatni, és ezen a folyosón veszélyes lenne végigmenni, anélkül, hogy jól feltérképeznék a környéket, ugyanis itt van egy titkos gomb, amit meg kell nyomni. Egyébként erre magatoktól is rájönnétek, mert nem fogtok tudni tovább menni, ha ezt nem fedezitek fel. És bejövünk ide, és a rendszer érzékelte, hogy bejöttünk, és az ajtó becsukódott, nem tudunk visszamenni, a villanyok lekapcsoltak, és csak ezek a tök lámpások látszanak. És a sötétben itt meg kell keresnünk egy kapcsolót, ami itt van a két cobweb között, hogy visszakapcsolja a lámpákat, és újra tovább mehetünk. És egy köztes szobába jutunk, ahol először is van egy csapda itt. Azt gondolhatjuk, hogy ez a jó út, de itt egy pressure plate. Valami érzékeli, hogy erre jövünk, és egyre ügyes vagyok, bele is estem. És így, hát szerintem meghalunk, olyan mély ez az akna, de szóval nem tanácsos erre menni. És hogyha ezen a létrán feljövünk, akkor eljutunk egy másik helyiségbe, ahol egy másik titkos gombot kell megnyomni. És így tudunk tovább menni. Hopp, ez itt eltűnt. Itt kéne lennie. Ja igen, csak vak vagyok. És ha minden igaz, akkor most kinyílt egy másik ajtó. Mégpedig ebben a teremben. És itt már Lord Vladimir titkos szobájába érkezünk. Ez egyébként egy jól berendezett kis helyiség. Nem ez a lényeg, hanem ennek az egyik sarkába van egy ajtó, igen, Lord Vladimir kincsei, és ha itt tovább menjünk, akkor hát arany és gyémánt, redstone és minden egyéb, amire szükségünk lehet, ez fogad, és hogyha a kontrollszobából nem lett letiltva ez a bejárat, akkor feljuthatunk innen a nagy kontrollszobába, ezen a létrán keresztül, és... inkább gyorsítok egy kicsit, és itt is vagyunk a kontroll szobában, ahol minden szabályozható, és innen már gyakorlatilag majdnem vége a sztorinak, már csak a sírhoz kellene eljutni. Ami egyel lejjebb található. Bent viszont gyönyörű kilátás van. Igen, az erkélyre jól ki lehet látni. Meg itt hátul található még egy orrona is, ami hát nem valami remek, de... Ez igazából no. Nem lett befejezve, de nem is olyan fontos, csak ezt tudjuk. Lényegében látvány előtt. Mondjuk igen, nem van véve hang, de higgyétek el, hogy itt egy pár hangot kiadna, ez csak hatás elem inkább. És erre van a sír? Én még nem is hallom. Erre. Itt nyugszik, gondolom, Lord Vladimir. És ennyi lenne a történet, így lehet, hogy rövidnek tűnik, mert tényleg nem egy hosszú történet, de mire magatok rájöttek az összes kis trükkre, addigra eltelik egy kis idő. Nos, a kontroll teremben van egy összekötött négy tornyos rendszerünk, ezen az ajtón itt be lehet jutni a kontroll terembe, és össze van kötve,
4 belső toronnyal először, amik között át lehet járni teljesen, de máshol nem lehet ide feljutni, szóval ez egy a kontrollszobával egy zárt rendszer, tehát nem nagyon fognak ide máshonnan feljönni az emberek, tehát csak a kontrollszobából lehet megközelíteni az egész helyiséget, és az egész várnak van 4 bástya a 4 sarkán, és ezek is össze vannak kötve a belső bástyákkal, ezek a belső hidak kötik össze. És még a várnak egy viszonylag nagyobb helyiség ez a belső bálterem, ahova mindjárt bemegyünk. Ez lenne itt a bálterem, ami egyébként a belső épületnek a hátsó felében foglal helyet, és van benne egy elég primitív pisztolycsapda. Jön az emberünk, itt vannak ezek a pressure plate-ek, átmegy rajtuk, és kinyílik alatta a padló. Egyébként ez, ebben nem hiszem, hogy sokan besétálnátok, de a mellékel texture pack-ben nehéz megkülönböztetni a pressure plate-et a fától, szóval aki nem nézi meg ezt a gameplay részt, az lehet, hogy beleesik. Egyébként ennyi lenne a bálterem, még van itt egy kilátás a hátsó falura, és ennyi. Most ezzel az Adventure pályával és a videóval szeretnék utólag kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánni, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!